amikor ez a nóta, amikor megszületett, vagyis amikor Cipő megmutatta nekünk ezt a dalt, akkor tudta az egész zenekar, hogy ez az a nóta. De ez jóval a lemez megjelenése előtt volt. Ez még nem válasz. De mi volt a kérdés? Ami lehet tudni a választ, hogy miért ilyen dal a szája kis madár, hogy ennyien szeretik. Igen. De azt hiszem, hogy hiányoznak manapság. Azért, egyébként azért lett ekkora sláger, mert nem volt igazából versenytársa szerintem. Mert hogyha egy olyan piacon, ami mondjuk a 80-as években létezett Magyarországon, akkor sokkal nehezebb dolga lett volna a kismadárnak, mert akkor nagyon sok jó dalt írtak, még a rockzenekarok is lágyak. Például? Hát most olyan zenekarokat mondok, akik igazából nem tartoznak a kedvenceim közé, de például az összes rockzenekart fel tudnám sorolni, akit akkor szittak, hogy mennyire rossz a magyar rockzenek. A Kártágó, a Korál, a P-Mobil, a P-Box, a Hobo Blues Band, nem tudom, hát, de ez az, és a régiekről nem is beszélek, a Fonográfról, vagy az LGT-ről. Szóval akkoriban nagyon sok zenekar játszott dalokat manapság, mert nagyon kevesen írnak dalokat, és ez egy olyan típusú dolog, ami egy dal. És amikor azt mondták, amikor szóval vádoltak minket, hogy ilyen strami jellegű, tényleg egy kicsit olyan strami jellegű, de hát ha a Beatlesnek az Obladi Obladája nem volt ciki, akkor biztos értsem, ez egy ilyen típusú nóta, ha valaki meghallgatja. Neked, hogy a Piramisnak az Ajándék című szerzeményt is játsszák presszókban, és mindenhol is játsszák a Rolling Stonesnak a Satisfaction-t, vagy ez Angie-t. Szóval ez egy olyan dolog, hogy és meg játszanak nagyon sok olyan nótát, ami biztos nem annyira odavaló. Odavaló, meg lehet, hogy nem is annyira jó, de mi reméljük azt, hogy ez azért nem annyira értéktelen, és az még nem jelent semmit, hogy ott játsszák, mert nagyon sok jót is játszanak itt lakodalom. Ez azt jelenti, hogy sláger, és az egy nagyon fontos követelmény ebben a zenével szemben. Szerintem inkább pozitív dolog, hogy az emberek, mint tudom, egy lakodalomban épp arra gondolnak, hogy ők a repugnáltak. Nem jönnél egy picit közelebb? Mondom, szerintem inkább az pozitív dolog, hogy az emberek egy lakodalomban épp arra gondolnak, ami gyakorlatilag egy szeretet ünnepe, nem? Hogy mondjuk a Republiktól bármelyik számot kéri ott a zenésztől, pláne, hogyha az a zenészel is tudja játszani, és szeretettel, vagy örömmel játszani. Foglalkoztok-e mással, vagy csak csupán a zene létezik számotokra? Hát foglalkozunk. Tamás, azt a kis hegesztővállalatot ott volt már. Például? Mit mondtunk egyszer valami rádióban? Mit vállalunk? Ja, idős, lepusztult, leöregedett műfázok teljes körű renoválását, asztalos munkákkal, festés, vakolás, mázolás. Természetesen mindez ingyen és bérmedve, mivel egy ilyen felújító cég is vagy, karbantartó, a Republik Karbantartó Kft. És most ezt az anyagot mi leadjuk, és valaki jelentkezik nálatok, szavatokon fog. Hogyne, Abella Miklós menedzser úrnak kell levelet kiírni. Mennyi is az irányító számunk? 10? 1088, Szent Király utca 36, 26, és a Republik Abella Miklós, bárki, ha szeretné kuriáját, hétvégi házát felújítatni, jelentkezzen. Garantálom, hogy köszönet, az nem nagyon lesz benne, de megcsináljuk azért.